Az orosz-ukrán háború miatt előálló európai élelmiszer és takarmánypiaci krízis minél gyorsabb leküzdése érdekében az Európai Bizottság a tagállamok gazdálkodóinak megsegítésére kiadott egy határozatot, mondja Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. A gazdálkodóknak a parlagon tartott területeit bevonják a zöldítés alá, és az egységes kérelem beadásakor jelezniük kell, hogy erre is szeretnék fölvenni a támogatást. Ennek pusztán az a célja, hogy a továbbiakban a kieső exportált búza vagy kukoricát valamilyen formában próbáljuk kompenzálni. A kizárólag 2022-ben érvényes intézkedés lényege, hogy egy szántóföldi területet akkor is el lehet számolni a zöldítésben parlaként, ha kaszálják, legeltetik, vagy bármilyen szántóföldi haszonynövényt termesztenek rajta. Ezek a támogatások nyilván a megszokott módon fognak lebonyolódni. Annyit kell figyelni a gazdálkodóknak, hogy amikor beadják az egységes kérelmet a falugazdászoknál, illetve a szaktanácsadóknál, hogy ezek a területek pontosan legyenek behatárolva. A gazdálkodók akkor tudják maximálisan kihasználni a támogatást, ha az egységes kérelem előtt informálódnak a szükséges lépésekről. A Magyar Államkincstár a honlapján részletes tájékoztatást fog nyújtani, továbbá az Agrárminisztérium ügyfélszolgálata is segítséget nyújt a felmerülő kérdések megválaszolásában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai az eddigi gyakorlatnak megfelelően szintén a gazdálkodók rendelkezésére állnak.